Gesztelykösség önkormányzata március 14-én délután ünnepi műsorral emlékezett az 1848-as forradalom és szabadságharc áldozataira és résztvevőire a helyi művelődési házban. A himnusz elhangzása után Bódisné Bús Éva, a művelődési ház vezetője, köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy 1848-ban Párizsból elindult egy hullám, amely egész Európa gondolatiságát felvirágoztatta. Az intézményvezető hozzátette, hogy olyan szellemiség terjedt el, amely a szabadságharcot, a hazaszeretetet, az összetartozást, valamint az egyenlőséget hirdette. Ezután Mennyi Roland, a Borsod-Bolyzemplén megyei közgyűlés elnöke ünnepi gondolataiban a helyi eseményeket emelte ki, közöttük az 1849 nyarán vívott gesztei csatát, amely a huszárvirtusok korát idéző Cselnek köszönhetően magyar győzelemmel végződött. A szónok felhívta a résztvevők figyelmét a forradalom és szabadságharc üzenetére, arra, hogy ki kell állnunk saját érdekeink, igazunk mellett. Az ünnepi köszöntő után a helyi gyermekállam napközi otthonos óvoda és a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola diákjai mutatták be az alkalomra készített műsorukat. Az óvodások és iskolások produkcióját követően a Csokonai Népdalkör hazafias dalt adott elő. A szózat elhangzása után az ünneplők átvonultak az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékművéhez. Az ünnepi megemlékezés végén az önkormányzat és az intézmények helyezték el koszorúikat az 1848-as emlékhelynél Geszteljen.